Kállai Miklós 1942-től 44-ig volt Magyarország miniszterelnöke. A világháborút követően a család emigrációba kényszerült, de a kapcsolatot sosem szakították meg szülőhelyükkel. Kállai Dénes az egykori miniszterelnök unokája Németországban él, de rendszeresen figyelemmel kíséri a Káló Semjéni Kállai kúria sorsát, illetve a család támogatásával működik Nyíregyházán a Kállai gyűjtemény. Kállai gyűjtemény sorsáról beszéltünk két és fél héttel ezelőtt itt a szobámba, és akkor panaszolta, van a hogy hát nekik az állampolgárság helyreállítása már több mint egy éve ígérgetik, húzódik az ügy. És akkor mondtam, hogy ha megengedi, akkor foglalkozok vele én is. Beszéltem a kormány megbízottúrral, és két hét alatt a belügyminisztériumból meg is érkezett. Ezt adtuk át most ünnepélyes keretek között neki. A dokumentum átadását követően Kállai Idénes elmondta, nagyon fontos számára, hogy ügyeit most már magyar állampolgárként intézheti szerte Európában. A család többi tagjaival is mindig Magyarországon találkozik. A szűk, szűk család az egyik Rómában van, a Kállai Miklós, a másik Peste van, a Kállai Kristóf, és a Kállai András a sajnos egy hébe ezelőtt meghalt, a gyerekei Svájcban vannak. Az egész Európában van, vagyunk együtt, és érdekes módban Magyarországon találkozunk. Azon én nem megyek mondjuk Rómába, és nem megyek oda, ezek se jönnek hozzám, hanem itt találkozunk egyszer vagy kétszer az évben. Kovács Ferenc polgármester azt is elmondta, hogy az újrahonosítás révén a városban született kálai leszármazottat nyíregyházi polgárként regisztrálták.